Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, és köszönöm a meghívást. És amikor néhány nappal ezelőtt Merkel professzor úr hívott engem, hogy akkor tudok-e jönni, akkor utána egyből felhívtam néhány kollégát, hogy meg elkértem néhány előadásukat, hogy az elmúlt 4 évről mi jut eszükbe, meg úgy általában milyen gondolatok jutnak eszükbe a kardiológia kapcsán. És az első és legfontosabb az, hogy van a magyarországi halálozásnak, szívérendszeri halálozásnak egy folyamatos, konstans csökkenése, úgyhogy ezért az ebben való erőfeszítés azt ezúton is megköszönöm és gratulálok ehhez, ez egy nagyon fontos eredmény. Igazából én már azzal a szemmel is nézem ezeket az eredményeket, hogy mindez, amit mi a népegészségi szabályozás területén tettünk, annak az eredményei megjelennek-e, és én úgy látom, vagy szeretném úgy látni, hogy a 2013-as halálozás csökkenésben van egy kicsit nagyobb ugrás, úgyhogy bízom benne, hogy ez már a korai hatása a nem dohányzók védelmében hozott jogszabálynak. Amire igazából büszkék vagyunk, és amire önök a kardiológusok is büszkék lehetnek, én voltam olyan nemzetközi konferencián, ahol a szokás szerint számoltuk a halottakat, beszámoltunk arról, hogy milyen szintű népbetegség a szívérendszeri megbetegedést, a daganatokról is mindig beszámoltunk, elmondtuk, hogy ez hogy függ össze az életmóddal, de az igazság, hogy nem nagyon láttuk a cselekvést, ami azokat az életmódba történő beavatkozásokat jelentették volna, amivel ez megváltozik. És én láttam a kollégákon, hogy azzal együtt, hogy számolják a halottakat, és magam is beszélgettem a kollégákkal erről. Erről nagyon rossz érzés volt, hogy nem léptük meg azokat a dolgokat, amik annyira magától értetődőek, a nem dohányzók védelmére gondolok, a népegészségügyi termékadó következtében 25%-kal eszünk kevesebbet ezekből az élelmiszerekből, a gyártók kevesebb sót, cukrot raknak a termékekbe, mert az ösztönző ebbe az irányba hat, és aztán a legutolsóra a transzsír biztonságos határérték alá szorítására gondolva azt tudom mondani, hogy innentől kezdve nem csak a halottakat fogjuk számolni, hanem elkezdhetjük számolni a túlélőket is. Ezek mind olyan bizonyíték alapú népegészségügyi beavatkozások voltak, amiket a szakma régóta sürget, és amik nagyon sok munkát adtak önöknek, úgyhogy bízom benne, hogy azzal együtt, hogy a Ratkó korszaknak van az a generációs korszaka megérkezett 60 év fölé, bízom benne, hogy ezzel együtt az egészségi állapota a magyar polgároknak javulni fog. A nem dohányzók védelméről szóló világranglistán, amit 2 évente néz meg egy nemzetközi szervezet, azon 2 év alatt a 27. helyről a 11. helyre ugrottunk föl, egyből a svédek meg a finnek mögé. Tehát ezzel most már nem szégyenkeznünk kell, hanem büszkélkedhetünk, és a népegészségi termékadó az egy olyan ügy, amit még a Világbank elé is meghívtak minket, hogy a nemzetközi szakmai közönségnek ismertessük, hogy néz ez ki, és olyan országok, ahol nincsen általános lefedettsége az egészségbiztosításoknak, olyan országoknak ezt egy megoldási technikaként ajánlják a nemzetközi szakmai szervezetek, legyen ez az egészségügyi világszervezet, vagy akár a Világbanknak a különböző pénzügyi intézményei. Egész biztos, hogy ennek megjön az eredménye, és elmondhatják önök is azt, hogy nem néztük tétlenül mindazt, amit a szakma évek óta, lehet mondani évtizedek óta jelez az egészségpolitika felé. Egyből ilyenkor az ember megkérdezi, mert hogyha a svéd vagy a finn eredményeket látjuk, akkor azt tudjuk látni, hogy nagyon szelektíven látják azt, hogy mi az oka a halálozás csökkenésének vagy növekedésének. Az észak-karéliai programban ugye látjuk, hogy a zsírmentes vagy a zsírszegény diétára való átállás hogyan mentett életéveket, de évtizedekre visszamenőleg meg tudják mondani a népegészségügyi hatásokat. Ugye az infarktus regiszter az egy
egy olyan tulajdonképpen önkéntes módon gyűjtött adat volt, ez most egy kötelezően gyűjtendő adat lesz, és már a kollégáim dolgoznak azon a regiszter motoron, ami az egészségbiztosításnál, meg a kórházaknál, meg a háziorvosnál összegyűlő adatokat majd kombinálni fogja, és egy célzottabb, szelektívebb szakmai, kardiológiai szakmai kutatást tesz majd lehetővé, úgyhogy az elektronikus egészségügyi programirodánk vezetője az a következő 1-2 hónapban meg is keresi majd a szakmai társaságokat, és be is vonja őket ennek a regiszter motornak a fejlesztésébe, hogy milyen algoritmusokat kell nekünk a szakma számára, a kutatók számára, a klinikusok számára elérhetővé tenni azért, hogy célzottabban tudják a kutatásaikat vinni. Ugye jogszabály írja elő a jelentéstételt, de a finanszírozásán, a regiszterek, különböző szakmai regisztereknek a finanszírozásán, vagy népegészségi regiszterek finanszírozásán is dolgozunk jelenleg. Nézzük akkor, hogy mi történt, bár erről szerintem főigazgató helyettes úr a következőkben beszélni fog, de hogyha megnézzük azt, hogy egy gazdasági világválság körülményei között mit tudtunk tenni a finanszírozásért, vagy a rendszer újraszervezésért, újraindításáért, és hadd hozzak én most egy onkológiai példát, a minap hívott a sebészeti tagozatnak, minap néhány héttel ezelőtt hívott a sebészeti tagozatnak az elnöke, és jelezte, hogy a betegutak újra gondolásával a kétszer annyi, tehát ők korábban keresték, hogy hova tűnik körülbelül az 50%-a a metasztatikus májműtétre váró, vagy metasztatikus májműtétre sejthetően a rendszerben lévő betegeknek, és azáltal, hogy újra szerveztük a betegutakat, kétszer annyian jutnak el, 2 év alatt megduplázták a műtéti számot, kétszer annyian jutnak el metasztatikus májműtétre. És ugyanilyen jellegű egy a területi ellátási kötelezettséget és a progresszivitási szinteket meghatározó újragondolása történt az egész rendszernek, a kardiológiának is. Az egyik, a rendszer újragondolásakor az egyik legfontosabb elem volt az, hogy a hadigazdálkodási korlát, a TVK korlát alól mentesítettük az akut miokardiás infarktusnak az eseteit, és ugye mindannyian ismerjük az ilyen finanszírozási ösztönzőknek az élettanát, anyagcseréjét, és tudjuk, hogy amikor valami korlátok nélküli, akkor ne adj Isten, egy ilyen kódolási buzgóság is jöhet, és ennek ellenére azt lehet mondani, nem szállt el ez a korlát, tehát abban is bízunk, hogy ebben, hogy egyensúlyban maradt ez a terület, ebben is már megjelenik a nem dohányzók védelméről szóló tevékenységnek a kompenzáló hatása, és abban is ezt a felelősséget és felelősségérzetet is köszönöm a kollégáknak, hogy ez az egyensúly ennek a korlátnak, a hadigazdálkodási korlátnak a feloldása ellenére megmaradt. Ennek a hatásait értelemszerűen így mondjuk a második finanszírozási, vagy a második évnél, a teljes finanszírozási évnél fogjuk látni. Bízom benne, hogy a most begyűlő adatok még egyértelműbb képet mutatnak. A hemodinamikai hálózat az Gyula, Kaposvár, Kecskemét belépésével azt lehet mondani, kiteljesedett, és a progresszivitási szinteknek megfelelő. És ezt tegyük hozzá, hogy mindezt a gazdasági világválság körülményei között tudtuk megcsinálni. Tehát ez egy olyan eredmény, amire méltán vagyunk büszkék, tehát a hemodinamikai hálózatunk mondjuk úgy teljes az országban, értelemszerűen én nem szeretek nemet mondani, vagy nem szeretem azt mondani, hogy nincs, de egy fegyelmezett válságkezelés mellett jutott ezekre a továbblépésekre is. Mi úgy látjuk, hogy a progresszivitás, itt azért várnék professzor úrtól egy bólintás, hogy a progresszivitás rendje az most úgy rendben van országos szinten. Nyilvánvaló, ez egy soha véget nem érő munka, de úgy gondolom, hogy egy méltányos helyzet állt most elő, ahonnan lehet tovább lépni. És menjünk tovább még a szívtranszplantáció ügye. Ugye önmagában a transzplantáció ügyének a rendezése az egy olyan dolog, amire büszkék lehetünk, ha visszaemlékeznek, ez néhány évvel ezelőtt még a bűnügyi rovatok fantáziáját keltette föl, ami a transzplantáció ügye körül volt.
őrre menő vita volt a szakma szereplői között, és azt gondoltuk, hogy ez nem kell, hogy így legyen, le tudtak ülni egy asztalhoz, meg tudtak állapodni egy értelmes munkamegosztásban, és egyöntetően mindenki azt mondta, hogy igen, a transzplantáció nemzetközi szervezetéhez kellene csatlakozni, hogy ez transzparensen, korrektül menjen. Bevállaltuk ezt, a gazdasági világválság körülményei ellenére bevállaltuk a többletköltségét, és azt látjuk, hogy megtáltosodott a szakma, különösen a szívtranszplantációk esetén a várólisták is növekszenek, ami nagyobb, itt ez egy jó dolog, ami nagyobb esélyt ad a megfelelő szerv és a fogadó betegnek az összepárosítására, megtalálására. Tehát azt lehet mondani, hogy elrendeztünk egy nagyon komolyan gennyedő szakmai konfliktuspontot, és egy sikertörténet lett belőle. És amikor egy szakma megtartosodik, és a világszínvonalú ellátásokban is lát fantáziát, és ki tudja élni a hivatását, akkor azt tudom mondani, a hétköznapi rutin is könnyebben megy, hiszen a szakma izgalma, az új tudásnak a megtalálása, az új képességek megszerzése, az mindig is a kardiológiai szakmának egy nagyon sajátos természete volt, úgyhogy ez egy nagy öröm számunkra. Itt is ugye a HBC emelése a szívtranszplantáció esetén ez egy egyértelmű ösztönző és egy egyértelmű továbblépés. Megint csak hangsúlyozom, mindezt a gazdasági világválság körülményei között sikerült a rendszerből kisajtolnunk. Az egész biztos, hogyha arra gondolunk, érszűkület, a diabetes szövődményként, akkor nagyon érdekesek voltak ezek a finanszírozási ösztönzők, amit például az inzulin finanszírozással, az analóg inzulin finanszírozással bevezettünk, tehát csak az kap 100%-os támogatást az analóg inzulinra, a normál terápiára értelemszerűen mindenki 100%-os támogatást kap, aki beállítja a maga laborleleteit korrektül. A glikált hemoglobin szintje korrektül van beállítva, és azt tapasztaltuk, hogy azzal együtt, hogy az irodalmi adatok egy 50%-os compliance-t mutatnak a terápiával, ezzel együtt csak 20%-a esett ki a betegeknek. Tehát 30%-a a betegeinknek törődik most azzal, hogy a jövőben kevesebb szövődménnyel éljen. De én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan eredményeket hoznak majd néhány éven belül a kardiológiában, hogy vagy az önök számára, hogy könnyebb lesz a dolguk bizonyos tekintetben. De azért azt tudjuk, hogy generációk dohányozták el a tedélyüket, itták el a májukat, és messzesítették el az ereiket, tehát még lesz sok dolgunk ezzel, hogy életmódot váltsunk, de bízom benne, hogy az alapok ott vannak. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatások, ezeknek a programjai most kezdenek kibontakozni. Hogyha belegondolok abba, hogy ma Magyarországon minden mentőautó transztelefonikus EKG-val föl van szerelve, tehát a mentőápolóval dolgozó mentőkocsi is megkapja azt az üzenetet, hogy infarktusa van a betegnek, és akkor irány a kardiológiai központ, akkor ez már egy éres kontrasztot képez az egyes helyeken az egészségügyben meglévő nyomor és a high-tech között, de ugyanakkor az nagyon nagy sebességet dolgozik azon, hogy olyan elektronikus egészségügyi szolgáltatásoknak a gerincét teremtsük meg, ami a technológiai fejlődésnek utat nyit. Tehát az, hogy néhány héten belül a beteg hozzá fog férni az ellátási adataihoz, és ebben két kórházi információrendszer szállító is 100%-ban együttműködik velünk. Én már láttam a pilot bejelentkezéseket az ügyfélkapun, tehát most jelenleg ennek a biztonsági tesztelése folyik ennek a rendszernek. Ez a távfelügyeletnek, ez az ellátórendszer prediktív képességeinek, a krónikus szívelek égtelenségben szenvedők távfelügyeletének, vagy távkonzultációs lehetőségnek olyan új utakat nyit, olyan új lehetőséget nyit, amit a mai eszünkkel még nem is tudunk megérteni, de gondoljunk bele abba a hatalmas változásban, ami a vonalas telefonról a mobiltelefonra való átállás jelentett. 20 évvel ezelőtt még vonalas telefonért küzdöttünk. Én emlékszem,
93-94-ben, amikor egy másik időzónában dolgozó kollégát fel kellett hívnom, le kellett mennem ott a lakóhelyünkhöz legközelebbi telefonfülkébe, és felszerelkező, azt hiszem 20 forintos volt akkor, amit be tudott még fogadni, és így beszélgettem, nagyon így folytattam nagyon komoly üzleti tárgyalásokat a különböző fejlesztési programoknak a partnereivel, és néhány éven belül átálltunk, nem 21 év, 93, igen, 93-94. Tehát 20-21 évvel ezelőtt még ez volt a helyzet. Ma pedig az okos eszközöknek a felhasználási kultúrája a hétköznapi készségek szintjére érkezett. Egy lépésre vagyunk attól, hogy az okos eszközöket és ezt a mobil technológiát közvetlenül a gyógyítási folyamatok, az ellátási folyamatok megújítására, az életmentésre használjuk. Úgyhogy én azt tudnám mondani, a minap repültem haza pont a Világbanki Közgyűlésnek a szakmai program beszámolójáról, és egy elég buta zeneszám ment ott, azt hiszem, a repülőn a valami tájékoztató alatt, és azt énekelte az énekesnő, hogy there is beauty in the world. És azt mondja, annyi mindenről beszélnek így, énekelte többször, ami elromlik, vagy rossz, vagy valami. Én az igazság, hogy itt a válságkezelésnek a nagyon súlyos, depressziós hangulatából mindenkinek inkább a szívós megküzdésnek a példáját mutatnám, és azt is szeretném felvillantani önök előtt, hogy ezeken a területeken, mint a mobil technológia, vagy a high-tech, vagy az új ellátórendszerek, a bizonyíték alapú új ellátórendszerek területén olyan szintű európai beruházások, kutatási grantek fognak érkezni a következő néhány évben. Az aktív és egészséges öregedés politikája, hogy egy évvel meg akarják nyújtani Európában az önfenntartásra képes életéveknek a számát, ezek mind a kardiológiai szakmába, kardiológusok kutatásaiba, a kardiológiai ellátások fejlesztésébe szóló beruházásként is ott vannak az én fejemben. Tehát én úgy gondolom, hogy minden nehézségünk, minden szívós megküzdési kötelezettségünk mellett vegyék észre ezeket a lehetőségeket, amik a mai magyar tudományban, egészségügyben, társadalmi fejlődésben, magyar és európai társadalmi fejlődésben jelen vannak, és ehhez kívánok önöknek sok erőt, megköszönve mindazt, amit az átlagos életkor emelésében, átlagos élet javításában önök az elmúlt évtizedekben tettek. Köszönöm szépen a figyelmüket!